Korrád Lorenz, a civilizált emberiség nyolc halálos bűne. Optimista előszó Ezt a kis értekezést Eduard Baumgarten barátom 70. születésnapját köszöntő ünnepi kiadványba írtam. Tartalmát tekintve nem illik sem az örömteli eseményhez, sem az ünnepelt derűs lényéhez, mivel ez egy jeremi jáda az egész emberiség nyomatékos felszólítása arra, hogy gyakoroljon bűnbánatot és térjen meg, ami talán jobban illene egy vándor prédikátor szájába, mint egy természettudós tollára. De a mai időkben, amikor a természetkutató bizonyos veszélyeket másoknál jobban megláthat, az ige hirdetés igenis a kötelessége. Rádió prédikációin visszhangja váratlan és örömteli meglepetés volt számomra. Számtalan hallgatótól kaptam levelet, kérvén előadásom kinyomtatását, végül is legjobb barátaim határozottan felszólítottak, hogy írásomat tegyem a széles olvasóközönségnek hozzáférhetővé. Mindez alaposan rácáfol az írásomból sugárzó pessimizmusra. Azt hittem, hogy pusztába kiáltottam szavaimat, de rá kellett döbbennem, hogy népes és megértő hallgatóság előtt beszéltem. Sőt, mi több, amikor újraolvastam soraimat, szembesültem egyes kijelentéseimmel, melyek már írásba foglalásukkor is kissé túlhaladottak voltak, manapság azonban már egyáltalán nem helytállóak. Így például a nyolcadik fejezetben az áll, hogy az ökológia egy olyan tudomány, amelynek nem ismerik el eléggé a jelentőségét. Ma már ezt nem állíthatom, mivel Bajor ökológiai csoportunk örvendetes módon felelős helyeken meghallgatásra és megértésre talál. Nőttön nő azoknak a józanul és felelősen gondolkodó embereknek a száma, akik a túlnépesedés és növekedés ideológia veszélyeit helyesen látják. Az életér elpusztítását mindenütt intézkedésekkel próbálják megakadályozni, melyek ugyan még korán sem kielégítőek, de ébren tartják a reményt, hogy valamikor azok lesznek. Örömömre szolgál, hogy még egy tekintetben módosítani kell kijelentéseimet. A behaviorisztikus doktrína tárgyalásánál azt írtam, hogy az kétség kívül nagy mértékben felelős az Egyesült Államokat fenyegető erkölcsi és kulturális összeomlásért. Időközben az Egyesült Államokban felerősödtek azok a hangok, melyek ezt a tévtanítást a lehető leghatározottabban ellenzik. Bármi csak hadakoznak, minden lehetséges eszköz megragadva, de már legalább felfigyelnek rájuk, és folytatják a küzdelmet, mert tudják, hogy az igazságot csak úgy lehet tartósan elnyomni, ha elnémítják a szót. Korunk amerikai eredetű járványos lelki betegségei Európában bizonyos késéssel ütik fel a fejüket. Amíg a behaviorizmus Amerikában leáldozóban van, újabban Európában pszichológusok és szociológusok közül szedi áldozatait, de már bizonyos jelek a járványveszély közeli megszűnésére utalnak. Befejezésül még egy helyesbítést szeretnék tenni a nemzedéki ellentétekkel kapcsolatban. A mai fiatalok, ha csak politikai okokból nem hergelik fel őket, vagy ha csak nem képtelenek arra, hogy az idősebbeknek egyáltalában bármit is elhiggyenek, fogékonyak az alapvető biológiai igazságokra. A fiatal forradalmárok meggyőzhetők a hetedik fejezetben leírt igazságokról. Nagy képűség lenne azt hinni, hogy a természettudományokat igen nehéz a legtöbb emberrel megértetni. Mindaz, ami ebben a könyvben áll, sokkal könnyebben felfogható, mint például az integrális számítás, amit pedig minden középiskolásnak tanulnia kell. Minden veszély sokat veszít rémisztő voltából, ha az okait megismerjük. Hiszem és remélem, hogy ha csekély mértékben is, de ez a kis könyv valamelyest hozzájárul az emberiség feje felett tornyosuló vészfelhők szétoszlatásához.